Húsvét örömével nagy szeretettel köszöntöm Veszprémi Főegyházmegye papjai, diakonusait, katekétákat, katolikus iskola pedagógusait, a családokat, az időseket, a fiatalokat. Jézus Krisztus feltámadásának örömében vagyunk. Egyházunk vezetett ide, fölkészített bennünket a húsvét méltó megünneplésére a nagybőti szent időben, ahol szemünk elé állítottuk Istennek az irgalmát, Istennek a jóságát, életet ajándékozó szeretetét, de elébénk álltak bűneink is, gyengeségeink is. Megmertük ezeket vallani, azért, mert bízunk az irgalmas Atyában. A nagybőtnek a gyakorlatai, a lelki gyakorlatok, a szentgyónás, a keresztútjárások, az imádságok, a szentírásolvasás mind-mind kitágította a szívünket húsvét ünnepének a befogadására. Ezen az úton fölismertük életünk döntéseit, azokat a döntéseket, amelyek a keresztségből fakadnak. És elvezetett bennünket ez a készület a nagy péntekhez, ahol az Isten az ő fiában ismét újból és újból végérvényesen dönt az ember mellett. Ez már megtörtént. Hisszük, valljuk, meghalt és föltámadott. És mindazok, akik benne hiszünk, vele együtt meghalunk, de vele együtt életre támadunk. Ő ígérte ezt. És mint ahogyan a nagybőti készületben a keresztségből fakadó döntéseinket éltük át újra, most a húsvét örömében ismét dönteni akarunk Istenünk jósága mellett. Dönteni akarunk amellett az élet mellett, ami öröm, szabadság, egyértelműség, bátorság, bizalom, kezdeményező képesség, reményteli élet. Mindez az élmény, a húsvét élménye arra segít bennünket, hogy a keresztségből fakadóan jó döntéseket tudjunk hozni, krisztusi döntéseket tudjunk hozni. A magunk üdvössége, a ránk bízottak üdvössége, közösségünk, társadalom javára is. Bátrak vagyunk ebben, mert a föltámadott minden erőt ránk ruház, minden erőt belénk ad. Húsvétnak a bátorságát és örömét kívánom minden kedves testvéremnek.